Ünnepléssel töltötték a kedd éjszakát a marokkói szurkolók, miután válogatottjuk megverte Spanyolországot a labdarúgó világbajnokság 8-a döntőjében. Rabatban még a marokkói király is kihajtott autójával az ünneplők közé. A marokkói válogatott tagjai sem maradtak ki az ünneplésből. Kimentek dohai hoteljük elé és a szurkolóikkal együtt táncoltak. A külföldön élő több millió marokkói is kivette a részét az ünneplésből. Párizsban például több helyen leállt a forgalom, annyi marokkói vonult az utcákra. Madridban is népünnepét rendeztek a marokkóiak. A város spanyol lakosainak különösen fájdalmas lehetett nézni az ünneplésüket, ugyanis zsinórban másodszor esett ki a válogatottjuk büntető párbajban a világbajnokságról. Marokkó szombaton a negyeddöntőben folytatja a világbajnokságot, ellenfele Portugália lesz.